Sebők Éva Szent Gotthárdban született. Pécshez a baráti szálakon kívül a tanárképző főiskolán végzett tanulmányok is kötik. Számos önálló és csoportos kiállításon vett részt, nyert díjakat, s művei Budapest, Róma és Nürnberg után a Baranya megyei múzeumok gyűjteményében is helyet kaptak. Sajátos technikával készült alkotásai, melyek a kártány és papír címet viselik, igazi különlegességnek számítanak. Jó pár éve az égés a festészetem témája, és olyan anyagokkal dolgozom, ami égés termékek, tehát szén, korom, és most pedig a kátrány. Na most itt egy ilyen különleges technikával készülnek ezek a képek, mert ezekbe papírra dörgölöm be a kátrányt, tehát végül is csak a legeslegvégén használok ecsetet. A kiállítás a Művészetek Háza Tetőtéri galériájában május 18-áig látogatható.